Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kúépületének aulájában vagyunk, és 13. alkalommal rendezzük meg a mérnök hallgatóknak a versenyét, a Robonaut versenyt. Itt a hallgatóknak az a feladata, hogy autonóm, önállóan tájékozódó járműveket fejlesztenek. Két fő részből áll a verseny, egy ügyességi pályát kell teljesíteniük, és utána egy gyorsasági pályát. Az ügyességi pálya az kifejezetten megy a jelenleg már egyre jobban terjedő és népszerű mesterséges intelligencia, autonóm járművek, pályatervezés, stb. Irányába. Ezt tanítjuk is a hallgatóknak. Ismert számukra egy labirintus pálya, amelyen ők menet közben elindítva a kocsit, a kocsi csak elindul előre, és rádiójelen keresztül kapja, előre nem ismerve természetesen a kombinációt, hogy hova kell mennie, mint egy taxisofőr Budapesten, és ugyanezzel a rádiójellel azt is megkapja, hogy a pálya bizonyos szakaszait lezárták, mert fölbontották az úttestet, és ő neki úgy kell megtervezni, hogy nem szabad átmenni a lezárt útszakaszokon, de minél gyorsabban elérje a célt. A körverseny az hasonló a tavalyihoz, tehát itt egy safety car fölvezeti a kocsit, azt követni kell tudni. A pályának a leghosszabb egyenes szakaszán viszont szembe a Forma 1-jel meg lehet előzni a safety car-t, le lehet körözni, a safety car két kört megy, tehát akár kétszer is meg lehet előzni, ez mind-mind plusz pont, és nagyon nehéz feladat, mert amikor előznek, akkor el kell hagyniuk a pályát, és önállóan kell tájékozódni. Majd ezt követően három kör, a lehető legnagyobb sebességgel a leggyorsabb idő számít. Mi már másodszorra indulunk ezen a versenyen, és úgy készültünk már eleve, hogy nyáron elkezdtük a fejlesztési folyamatot, és hát emiatt már elég sok időnk volt elkészülni. Egy érdekesség igazából, hogy a három fő csapatunkból mi ketten, akik itt vagyunk most a versenyen, Erasmuson voltunk, azaz külföldön tanultunk az előző fél évben, ráadásul két különböző országban, míg a harmadik csapatunk meg itthon volt, és így raktuk össze igen az autót. És a vicc az, hogy most a harmadik csapattagunk ment ki Norvégiába, és mi meg itt vagyunk, és így teljesen külön voltunk mindig, és ennek ellenére sikerült összerakni az autót. Alapvetően az egész fél év során online tartottuk a kapcsolatot, és már az elejétől fogva építettünk arra, hogy mi külföldről, távolról tudjuk programozni, fejleszteni, és az a csapattársunk, aki éppen itthon tartózkodott, ő pedig csak a hardware elemekkel foglalkozzon, mi pedig a fejlesztés azt a háttérben tudjuk intézni. Én többek között egy olyan tárgyat is tanultam külföldön, ami kifejezetten motor szabályozásokkal foglalkozik, és az ott tanultakat bele tudtam vinni a fejlesztésbe. Nos, az egyetem alatt, meg a szorgalmi időszak és vizsgai időszak alatt volt az, hogy egy kicsit kisebb intenzitással tudtunk rajta dolgozni, és most azóta, hogy annak vége, azóta tudtunk úgy beletenni tényleg több munkát, és tényleg minden nap nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele, ami az eredménye sajnos annyira nem látszott, de tényleg egyrészt sokat is dolgoztunk, másrészt nagyon sokat tanultunk belőle, és egyébként nagyon jó lett volna, hogyha tehát az eredmény is azt tükrözi, ahogy nekünk ez ment egyébként az elmúlt hetekben, mert egyébként voltak jó köreink a tesztpályán, meg itt ezen a pályán is. Nagyon sok mindent lehet tanulni egy ilyen versenyből, legfőképp az, hogy az elméletet hogyan lehet átültetni gyakorlatba. Igazából ez így az egyetemi tanulmányok során nem annyira jön át ez a gyakorlati része, még ha bár próbálnak nyilván gyakorlati oktatást csinálni. Én tényleg azt tudom mondani, hogy sokat tanultunk belőle, és szerintem megérte. Illetve amúgy még szerintem lehet, hogy jövünk jövőre is. Én szívesen jönnék, tekintettel arra, hogy most nem ment olyan fényesen. Egy alapmechanikával dolgoztunk, ez egy ilyen kínai autó, és nagyon nagy volt benne a bizonytalanság, úgyhogy egy nagy munkánk volt ezzel, hogy a mechanikát stabillá tegyük. Az volt az első nehézség, hogy ezt kijavítsuk. Utána pedig a másik nehézséget a szenzorok közti kommunikáció okozta nekünk. Valahogy az nagyon nehezen jött össze, de a végére azt is sikerült megoldanunk, úgyhogy
igazán elégedettek voltunk magamból kiindulva. A lányok a szabadidejükben kevésbé foglalkoznak ilyen dolgokkal, vagy az egyetem mellett is inkább, akkor csak az egyetem, és akkor legyünk ötösök mindenből, és akkor nem igazán marad idő ilyen projektekre, és közben meg azt érezzük, hogy tanulni szeretnénk még többet, és akkor a gyakorlati tudásunk is mélyüljön el. Mert például a fiúknak ez ilyen, hogy szerelgetik az autót, ez teljesen ilyen kisújban benne van, természetesen jön, és nekünk meg azért ez egy ilyen nagy előrelépés, igen, hogy ezzel is foglalkoztunk. Kicsit a pandémia helyzet miatt is 9 csapat vállalta azt, hogy nekifut a versenynek. Ehhez tudni kell, hogy csapatonként 3 emberről beszélünk, mert elég nagy a feladat és a kihívás, tehát ez így is 27-30 ember körülbelül, aki ennek nekifutott. És idén jobban sikerült meggyőzni, úgy látszik, a hölgyeket, akik egyébként természetesen ugyanúgy vannak a képzésen. Idén 5 lány is jelentkezett rá, csapatokba vegyesen szerepelnek, tehát nem önálló lánycsapatot alakítottak. Tudni kell azt, hogy a társadalomban azok a mérnök szakmák, amiket mi is képviselünk, villamosmérnök, mechatronikus, informatikus, ezeket valamiért a társadalom igen erősen fiúi szakmáknak könyveli el. Na most mi évek óta a középiskolásoknak, mindenkinek próbáljuk tájékoztatásul közölni, hogy higgyék el, semmi nincs ezekbe a szakmákba, amit a lányok kevésbé tudnák, sőt, tovább megyek, egyre több helyre betör az informatika, gyerekekkel, pedagógiával foglalkozunk, egészségüggyel, emberekkel, stb. Stb., ahol a lányoknak sok tekintetben más a gondolkodása, és egyre inkább megjelenik a cégek részéről, hogy keresik a női munkatársakat, pontosan azért, mert a bizonyos szempontból a hozzáállásuk egyes dolgokhoz, a megnyilvánulásai különböznek a fiúkétól. Ez most talán egy kicsit közhelynek tűnik, nekem minden csapat közel áll a szívemhez. Mindegyik a tanítványom, mindegyiknek drukkolok ugyanolyan mértékben. Persze látom azt, egyiknek egyszer jobban sikerül, előrébb tart, biztatom a többieket, hogy érjék utol őket. Nincs olyan, hogy valakit kitüntetetten azt szeretném, hogy ő nyerjen, bármelyikük nyer, örülni fogok neki. Próbáltunk a tavalyi hibáinkból tanulni, és láttuk azt, hogy a mechanikai elemek azok nagyon fontosak a versenyzés során, és ezért törekedtünk arra, hogy ezek minél megbízhatóbban működjenek. Ezen kívül a hardware és a szoftvert is úgy alakítottuk át, hogy az esetleges meghibásodás esetén is viszonylag könnyen tudjuk megjavítani. Ja, a versenyrendszer abban alakult át, hogy idén voltak mindenre tiltott kapuk, amiket nem lehetett áthaladni. És ez annyiból nehezíti meg a dolgot, hogy míg tavaly mi úgy döntöttünk, hogy teljesen offline, azaz, tehát előre beprogramozva tervezzük az útvonalakat, és semmilyen algoritmus nem fut a kocsin, ami amúgy útvonalat tervez. Ezt most kénytelenek voltunk átalakítani úgy, hogy mindig az adott pillanatban kell kitalálni, hogy merre megyünk. Igazából ennyiben volt nehezebb. Én nagyon örülök, hogy ez ilyen jól sikerült. A elmúlt 24 órában ezt nem láttuk volna előre, hogy ennyire jól fog sikerülni. Voltak problémák az előző napokban, több elemünk meghibásodott és azt cserélni kellett, de így a végére nagyon örömteli volt, hogy teljesen végigment a pályán. Én annak örülök, hogy nagyon sokat sikerült tanulni az előző év hibáiból, és hogy most egy lényegesen jobb kocsit sikerült összerakni, és hogy sikerült tényleg megvalósítani azt, amit terveztünk. We'll be right back.